Üdvözlök mindenkit, Molnár Sándor Tűzoltó Ezredes vagyok, a Soproni katasztrófanő kirendeltségnek a vezetője. A mai filmünknek az az apropója, hogy közeledik a gyereknap és a nyílt napunk. A jelenlegi járványhelyzetről tekintettel nincs lehetőség arra, hogy laktanyánkat látogassák a gyerekek, és nekik szeretnénk ezzel a filmmel némi információt adni, hogy a tűzoltóknak a napi munkája, a laktanyánk, illetve a felszereléseink hogyan működnek, hogyan használjuk őket. A Soproni Tűzoltóság ügyeletére egy gyakorlati riasztás érkezett, miszerint egy társasház első emeletén tűz ütött ki, ahol személyek is tartózkodhatnak. Ide a Soproni Tűzoltóság egységei vonulnak ki, jelen esetben a Sopron 1-es, Sopron vízszállító és Sopron magasból mentőszer. Az egységek felderítenek, táplálást szerelnek, majd az életmentést és a tűzoltását is elkezdik. A tűzoltó egységek kiérkeznek a feltételezett tűzeset helyszínére. A tűzoltók első feladata a felderítés, ezt mindig két vagy három fő végzi. Behatolnak az épületbe, ahova mentő hordágyat is visznek, mert lehetséges, hogy egy személy is van az épületben. Mivel a feltételezett tűzeset egy társasház első emeletén ütött ki, ezért a magasból mentőszert is megtelepítik a tűzoltók. Első körben az autót rögzítik, kitalpalják, majd utána megkezdik a létrasugár szerelését. Ezt követően elkezdhető a beavatkozás, a tűzoltása. A felderítő egységek az épületben a füsthatáron felveszik a légzőkészüléket, majd tovább haladnak, és az épület egyik helyiségében a mentési csoport megtalálja a szemét, akinek elkezdik a mentését. Felhelyezik a mentőállarcot, majd az eszméletlen sérültet a mentőhordágyon speciális rögzítő hevederekkel rögzítik. A sérült szemét az épületből kiviszik, és a helyszínen lévő mentőszolgálatnak átadják további vizsgálatra. A tűzoltók vízsugár fedezete mellett megkezdik a zárt térbe való behatolást. Fontos, mielőtt egy zárt térbe behatolnának, az egyik tűzoltó megnézi a kezével, hogy az ajtó nem melege. Erre a hirtelen fellobbanó szúróláng miatt lehet szükség. Az ajtó kinyitása után átvizsgálják a szobát és megkezdik a tűzoltását. A tűzoltók munkáját nagyban segíti a hőkamera. Pontosan meg lehet vele találni a tűz helyét, helyszínét, gócpontját, vagy akár a helyiségben rekedt személyeket is.
A Soproni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság egyes számú szere egy Rosenbauer TLF 4000 AT2-es típusú tűzoltó gépjármű fecskendő. Ez a szer általános tűzoltási és műszaki mentési feladatokra lett kitalálva. 4000 liter vizet képes hordozni, amit kiegészít 400 liter habképzőanyag. A súlya 16 tonna, 6 fő szállítására alkalmas. A felszerelések széleskörűek, mivel ez egy általános beavatkozásra kitalált szer. A felszereléshez tűzoltó tömlőktől a sugárcsöveken keresztül a műszaki mentések alkalmával használatos feszítővágó berendezés, pedálvágó, motoros gyorsdaraboló, roncsvágó tartoznak.